Mindenki, sziasztok, szia! Ha nézitek egy ideje már a videóimat, akkor rájöttetek, hogy szeretek olyan dolgokkal foglalkozni, amihez kicsit egyáltalán nem értek. Na, ez az, amihez a leghalványabb szívem sincsen. Tehát, hogy elem nagyon szeretném megtanulni. Na, a friss 10 kilós csomagom. Szintén Parkside. Amit tudni kell nekem is én amit tudok róla, ami nagyon fontos, hogy ez idáig nem volt elérhető Magyarországon, német, osztrák, meg talán cseh raktárban már volt, már lassan egy éve, vagy több mint egy éve is van, itthon még idáig nem volt, tehát a legdrágább, azt mondja, 40 ezer forintos volt a legdrágább hegesztőgép, ez 69.900, és most ma 25-én, Black Friday keretében novemberben volt először elérhető. Múltkor már megvettem a kis testvérét. Valószínűleg ezért nem sikerült akkor így megvegyem, hogy ezt legyen helyette, úgyhogy most ezt fogjuk kinyitni. Mondom, semmit nem értek hozzá, szokás szerint megnéztem egy nagy halom videót, meg eldöntöttem, hogy meg fogok tanulni hegeszteni, mert azt még soha életemben nem csináltam, és mostában mindig mindenféle szerelés technikákat tanulgatok, és hát ez egy olyan, amit akarok. Na, és? Na. Tényleg nem tudok semmit róla. Úgyhogy valószínűleg a nevét sem fogom tudni, amiket látok, de majd a legközelebb videónál készülik használni, tehát feltétlenül végig kell hajtani az online oktatást. Ez de jó! Hát akartok ti is online oktatást, akkor csak erre kell ráközelítsetek majd a videóra, és meg tudjátok nézni. Ez nagyon jó hozzá online oktatás, örülök neki, mert ez tényleg szükséges lesz. Na, igen, még nem is voltam, ez online oktatást adtak volna. Ezek valami szelepek. Jó napom. Megkiderülni ezt kellnek. Na, egyszer én. Ó, van hozzá egy pár rúd is. Mert ezzel sokféle módon lehet hegeszteni, többek között így is. Aztán ez a porbeles, talán az vagy, hogy keverni fogom, nem akarok okoskodni, mert majd amikor rákerül a sor, akkor megint egy hetekkel ezelőtt nézegettem, ez meg a másik fajta cucc. Másik fajta, aztán ezt fogom gyakorolni, ezzel fogok először csinálni valamit, ott látszik. Ezzel fogom, ez a legegyszerűbb, tehát ez a az ilyen hülye biztos kezdő biztos, mint amilyen én is vagyok, úgyhogy ez lesz az első, amit meg fogok tanulni, az nehezebb és egy későbbi történet. Takkává. Hát nem lehet emeltek palackkal is. Azaz, hogy a kivel kezdtem, a gáz segítség, a védőgázzal. Ezt meg szerintem az ellenkező pólus lesz, hogy egy pozitív, egy negatív van, és a kettő között alakul ki az ív. Majd van egy jó pár dolog. Itt a másik fej. Madagoló. Megvonlan. Nagyon gizda. Jó nehéz már ez. Ez is. Mi van, hogy? Nézem. Ah, még van egy doboz. Biztos lesz valami. Azt hiszem ez a vicc. Ez a legesztő pont lesz. Ezzel le lehet kalapálni azokat a dolgokat, amik így pluszba varként keletkeznek, amikor csúnya a gyeregesztés, meg mindeniknél ugye nem védőgáznál keletkezik ilyen var. Ezzel le lehet kalapálni, ami így lejön, ezzel a drótkefével meg le lehet pucolni a felületet. Tehát ahhoz legyen ez a pucoló kalapács kefe. A videós oktatásnak hívva hozz egy szakkönyv is. Oké. Tehát ez a vicc kategória, gondolom elő van a védőlencse. És ez a pékész, ez meg a pajzs, amit adtok hozzá. Úgyhogy hát sajnos azt hiszem, erre be kell ruházok, mert ez ilyen papírostagsági műanyag valami. Meg gondolom rá kell rakni ezt ide. De hogy legyen valami, és így fogod az arcod előtt, miközben egész tesz. Mindegy, adtak hozzá, tehát hogyha
felkészületlen vagy, mint én, és nincs ilyen otthon, akkor is van valami eltöltik ebben. Ez a másik helyeztési forma, az a tárca tartó, vagy valami is mindenki. Annak néz ki. Megnézzük meg ezt is. Most nem maradt más, benne csak maga a géptest, amit így egy kézzel nem fogok tudni kijelni. Kiadáztam a gépet. Pont a másik oldalán vannak gondolom az izgalmak, ez a hátulja. Igen, bekapcsoló gomb. Aha, és az elére vannak a rakva a kivezetések? Ahogy nem így képzeltem, oké, gyárilag meg van ütődve. Előre vannak rajta a kivezetések, aztán ezek hátul lesznek. És ennek van olyan digitális visszajelzése a különböző hegesztési típusokhoz. Itt az ampert lehet állítani, hogy nézel. A mennyiséget, itt is egy másik, és itt van a MIG-TIG. És akkor gondolom azért négyfajta, mert azt hiszem a TIG az, ami gázos. Ha jól emlék. És akkor azt is lehet a gázédelem nélkül is csinálni, és itt van szerintem. Aha. Itt van rajta, hogy mihez van még. Welding. Yes. Hát közöm sem. Na, ide fogunk ismerkedni az egész. Ha? Király. Imádom magamat. Ha meg én sikerült valami, és mit kitaláljak. Ami ez egy jó, tényleg semmit nem értek. Tehát így még csak szerintem közelről nem is láttam, hogy valaki hegesztett. Na, általában azért mindent azért szoktam tudni, mert láttam, hogy valaki csinált, és jó, megfigyelő vagyok, és akkor megnézem, hogy csinálják, és akkor utána megpróbálom csinálni. De ez olyan múltra távol állt, nem? Sőt, igazából szerintem ideig félelmetesnek is tartottam. Hát de ez meg kell érni. Ah, van benne. Van benne már egy 25,2 kilós, nem 25-ösen 0,2-es anyag, amit onnan be kell fűzni, de és akkor itt ezen az adagolón keresztül fog szépen kijönni. Ja, mondom jó nagy orsót is lehet fölrakni. Ez már kuplungos, bármit is jelentsen ez. Király. Na, hát ez volt a bevezetés szerintem, és akkor majd innen folytatjuk, mert ezt is jó szétnyitogatom, megnézzük, hogy mi van benne, mindent betudós helyére, meg amikor több információ lesz, és jó fölkészülök a videóra, hogy mit is illik erről tudni, meg lehet, hogy szerzek a kis segítséget egy kicsit, akkor majd minden nézzük.